Sziasztok srácok, én a Sajt 32 és üdvözöllek titeket a mai nagyon-nagyon késős és furcsa élőadásunkban. Sajnos teljesen elromlott a mikrofon, és még most egy tökéletes, és mindjárt látjátok a játékot, de nem vagyok egyedül, aki hozza a minőséget és a hangulatot. Itt van velem Robi, szavasz! Így van, hello, sziasztok! Azt a most fogalmas sincs, hogy ugyanolyan hangosak vagyunk-e, vagy halka Robi, vagy a játék a hangos, vagy én sem, hiszen ebben a pillanatban töltöttem be, és használom először ezt az OBS Streamlabs akármi cuccot. Hagymának ma az első komment, hogy jó Robi, na ha már én bírázok, akkor te legalább jó vagy, hallod. A mai adás nagyon, de nagyon fontos és nagyon érdekes lesz, hiszen nyomozásra fogunk indulni, és elméletek Robi halk, szóval gyorsan fönntébb veszem a hangrét, mindig elbújkál a Robinak itt a hangrét, hogy szégyenlősködik egy kicsikért, de semmi probléma, hiszen megoldottuk ezt, és itt vagyunk, bezárok minden programot, még így nézegettük, még az adás előtt egy perce is az volt az, hogy hát ez bizony most nem fog működni, ez most nem fog működni, szerencsére megoldottunk, ha minden jól megy, nagyon rossz a hangom, te hallgassnál bele létszőt, csak nálam na, megoldtam, hogy a fura volt a hangom, ellenbe remélhetőleg magadat is lehet hallani, meg kírjátok rá, hogyha véletlenül hallgatni, de attól, hogy most kicsit bénázzunk így az éladás elét, a vége felé, hát már kb. 5 perc múlva mindent lehozunk, és minden nagyon-nagyon király lesz, lehet a játék hangere most elképesztően fontos alapanyag lesz, hiszen hallgatóznunk is kell majd, hiszen ma 5 nyomot fogunk felfedezni, hogy a szörnyet, a sorozatgyilkos meg tudjuk találni, és minden nyom egyre, de egyre közelebb fog hozzá vezetni, szóval nem lesz könnyű. Mi a helyzet? Jó lesz a hang, jó lesz. Én elfogadom. Amúgy tényleg hallatszik az, hogy sokkal bénább. Mindenki biztosítási ellenőr, igen, teljesen jó. Tényleg jó, akkor rendi, csak hányat adsz rá, hányas tüvellenőr vagy, mennyit adsz rá? 10/7. 10/7 jó, az teljesen jó van, hogyha megosztátok a live-ot, akkor az mindenféleképpen jó lesz. Szerintem most a Robi nem halk, nem? Hát csak nem halk. Köszi szépen. Nem lehetek halk, kizártam. Magamat nem hallottam mondjuk, de... Jó, mert akkor nem beszélt, írjátok le, akkor föntébb veszem természetesen. Ellenben, hogyha egy nagyon bonyolult és nagyon nehéz misszióra megyünk, mi az első feladatunk? Hát áruha. Árruha, így bizony, ne ismerjek minket. Zsomi, köszönöm szépen, hogy sajtag lettél, nagyon-nagyon király vagy. Latával megyünk, így bizony. Éva, vedd fel a minőséget, hogyha homályos lenne, hiszen most konkrétan magasabb minőségben streamelek, mint kéne, hiszen jelzi a YouTube, hogy túl jó vagyok. És de tényleg ott írja alul, hogy nagyobb, mint amit elbír a szerver, szóval vedd lentébb, de...
Az biztos, vegyétek fel a minőségét a streamnek, hogyha nem jó, illetve a hangerőt is most hát annyit tudtok csinálni, hogy telefonon ugye egy kicsikét föntébb vettitek. Ahogy föntébb vettem picit hangosabbra magamat, teljesen ilyen robot hangom van, szóval nem, egyszerűen nem tudok mit csinálni vele. Robi nem halk, viszont homályos a live, na az bizony nem lehet. Az bizony nem lehet, ez egy... kizár dolog. Az kizár dolog, mert nem tudom. Bemondom a nevedet, igen, még itt az elején bemondom a nevedet. Szevasz. Hát... Igen, Zsófia, azt hittem, hogy elpörgött addigra. Azt hittem, elpörgött addigra. Az igen, azt ez egy élőadás. Ígérgetsz, aztán semmi. Videóba, hogy bénáznánk ennyit, ez jó, hogy élőadás. Ez a legélőbb élőadás, amit valaha csináltunk. De menjünk szépen be, mit szólsz hozzá. Én maszkot vagy valami ilyesmit vegyünk fel szerinted? Én így leszek, ahogy most vagyok, mondom, mert jóról vagyok, be kell valljam, nincs pénz. Nincs pénz, ne szórakozz már, szuper SG, köszönöm szépen, hogy sajtag lettél a csatlakozás menüpontban. Hát tankolni, alig bírom ezt a izét, várj. Hát nem, azért nem ezt az autót nem kell, elektromos autót kellett volna hozni, ezért fogyasztani, hogy hát, benzint, igen. Meg ilyenekkel. Hát még jó, hogy tankolni nincsen pénz, hát hihetetlen. Vannak outfitjeim, van-e valami outfit, ami nem én vagyok? Olyannak kell beöltözni, ami nem én vagyok, szóval a sorozatgyilkos nem fog minket megtalálni, amikor éppen. Hát nem őt keresi. Google, nagyon szépen köszönöm a szupercsetedet, ez az első támogatásod a csatornán, nagyon-nagyon király, vagy kösz Google, vagy Google. Robi, na ez nagyon... Látom, az a piros az jó volt. Hát, ez ki fog röhögni konkrétan a gyilkos, hogyha nem találjuk meg, figyeld. Na, így még simmelünk is sapka, minden. Igen, hétvégén mi egy gyilkosokra vadászunk, hétközben meg a golfklubban tengetjük minden napjainkat. Nagyjából ez egy ilyen szer. Na de, nekem van amúgy az első hely, amit még neked sem mondtam el, az első bizonyíték arra, hogy létező szemét fogunk keresni a mai élőadásban, az nem más, mint amit te már bejelöltél. Na, azt hitted az, hogy ilyen könnyen veszik itt a kását, nem úgy van? Menj a mostani jelölésünkre, képzeld el, a városba egyszer és egyetlen egy alkalommal merészkedett be a gyilkos, akit mai adásra megkeresünk. Öt, aki most érkezett volna, öt megállót kell és öt nyomot kell találni ahhoz, hogy el tudjunk hozzájutni, de jön az első. Ez olyan, na, itt menjünk, a város szélén a leges, legdrágább helyeken, ahol vannak a nagyon menő házak, meg ilyenek, ott az történt, hogy ő rosszalkodott, és azt mondja, hogy ő meg akarja venni azt, a te nálam kicsit lag van, mert neki menti a háznak, de semmi probléma. Minden élőadás elején, vannak egy kis lagok, azt észrevett, és utána a vége felé tök jók lesznek. Ez a privát szervereknél olyan furcsa, ez nagyon sokszor előfordult már. Szavasz, Lackó, köszi szépen, hogy sajtag vagy, és még küldtél szupercsetet. Van jó internet, gameplay trilla, nagyon szépen köszönöm, hogy menő sajtag lettél. Nagyon királyok vagytok, hároman is lettek sajtagok, konkrétan, ami a legamatőrebb streamünk eddig így kezdést, és itt vagytok a legtöbben sajtagok, hát nagyon-nagyon hálás vagyok értek. Köszönöm szépen, a csatlakozás menüponttal tudtok, ez egy havi előfizetés. Super SG, 400 forintos támogatásodat, nagyon szépen köszönöm. Itt parkoljunk le, tudod, az autónkat nem ismereti meg, szálljunk ki elsőnek, légy szíves. Köszönöm szépen, Super SG. Jó, nagyon király, nagyon király, ez egy jó taktika. Ne legyen a kezünkben van, ami békés. Mi lehet a kezünkben? Hát, egy macsete az nem olyan megvan! Na jó, én konkrétan, hallod? Én mondtam, hogy golfozó vagyok. Én most jöttem a meccsről. Figyeljétek, egyszer, akit keresünk, a sorozatgyilkos, ő egyszer merészkedett be ide a városba. És akkor is, amikor bemerészkedett, hát hagyott maga után egy smást. Szóval itt most szerintem fussunk, talán jó helyen vagyok, remélem, hogy jó helyen jelöltem. Ezt direkt láttam már képeken azt, hogy itt nem is tudja senki, hogy itt mi történhetett. Jössz utánam, légy szíves? Egyedül emberek bemenni! Köszi, hogy a sajtók lesznek. Na ezt figyeld, vannak ezek a háromszög alapú házak, ebből több is van egymás mellett. Éjszaka ezek világítanak, és van ez a rózsaszín, ez a Barbie ház, így nagyjából úgy néz ki. Nagyon komoly, lehet, hogy ez csak egy kis probléma, és ez csak éjszaka látszódik, ez a cucc, amit akartam most mutatni, az probléma. Hát, én, az én direkt éjszaka jöttem, és bakker, azért, mert föl vannak bent kapcsolva a villamok? Hát, villany bent föl van kapcsolva, és csak akkor az közel van tényleg a lámpához, hogy bent ég a... Ó, ezt nem hiszem, na mindegy, akkor ide visszajövünk, és a végén akár meg tudom mutatni, hiszen most 10 óra van, akkor induljunk meg, nem? Induljunk. Induljunk meg, akkor ezt most sajnos nem tudom megmutatni, de... Ott volt a kés a kék pólós fiúnál. Igen, lesznek itt kések meg ilyenek a mai adásban, szóval itt el fogjátok dobni az agyatokat. Most ezt sajnos nem tudtam emiatt megmutatni, hiszen éjszakának kell lennie, hiszen belülről, amikor ég a villany, amúgy elmondjam vagy ne mondjam, hogy mi lesz az?
Hát már, majd meglátjuk. Én már találkozom. Jó, akkor nem spoilerezem el, jó? Akkor menjünk tovább az autónkkal ezen a részen, és be is jelöljem, vagy be is jelölöd azt a helyet, ahol elsőnek fogunk menni. Ugye, mint mondtam, nyomokat keresünk, hogy az élőadás végén meg tudjuk találni a szörnyet, és le fogjuk győzni minden fegyverünket. Ti fogjátok a cseten kiválasztani, hogy milyen fegyót használjuk, hova csaljuk el. Már most írhattok ötleteket, az, hogy mi lehet a legjobb pont, ahol el tudjuk csalni szerintetek. Kezdjük ott fönt, azt mondod? Én úgy tudom, hogy az első. Én úgy tudom, hogy nem az, de amúgy mindegy, lehet a... Akkor mehet bármelyik. Mehet, én tudod, egy közelebbivel szeretném kezdeni. Egy közelebbivel szeretném kezdeni. Ami... Ja, mert a sorrend az... A sorrend az most azért fontos, hiszen ez az egyik kedvencem, bevallom az őszintét, ha most fogunk elsőnek menni, majd utána megyünk máshova, de itt én, amikor ezt elsőnek megláttam, itt döntöttem azt, hogy nekünk ebből élőadást kell csinálni, hiszen nem is tudtam, hogy létezik ilyen a játékon belül. Ellenbe beadta a térkép, megindultunk, 6 mérföldre fogunk menni. Nagyon-nagyon messze van. Hát 6 mérföld, igen, hát mondtam, egyszer tette lehet, hogy nem Driftverdával kéne menni. Hát lehetséges, egyszer tette be a lábát amúgy a szörny itt a városba, és azt most ugye nem tudtam megmutatni, az összes többi képzett vidéken van. Az összes igen. Többi hely. Rakétavetővel menjünk, minigánnal, azt mondjátok, M4-jel. Hát amúgy mind a kettő jó ötlet, és már megint nálam, hogy egy helybe állsz. Én megyek. Az probléma, mondom, mindig amikor kezdődnek az adások, ezek a privát szerok. Én már nagyon messze vagyok, onnan most nézve én is az adást. Csak a gond van amúgy, nem is tudom azt, hogy miért van ez. De én nem szállok ki. Én nem vagyok a városba. Igaz, nem tudom, hogy addig iszok egyet. Lada, sosincsen baja. Hát amúgy ebbe igazad van, mikor amúgy átszokott oda dobni, de addig nézzétek ezt a szép ladát egy perc, és így sniperrel. Nagyon jó ötlet. Azaz, át is dobott, úgy töltődik a textúra, megérkeztem, mindig ezt van az élőadások elején, ezt már megszokhattam meg, én is azért nem is lepődtem meg, hogy mi van vele. Kispi, puszta kéze, aki azt írja, hogy puszta kézzel győzzük le. Ezt nem láttátok? Rossz, nem rossz. Valaki lehajtott az autópályáról. Valaki egy piros autóval lehajtott az autópályáról. Hát az nem semmi. Az nem semmi, azt kell, hogy mondjam. Na mindegy. Ez az autózás, ez nem lesz olyan könnyű része a mai adásnak, hogyha úgy ide-oda így spónolok, az de semmi probléma nem jó lesz. Jó Max, lesz. Én vezetek amúgy tényleg, és akkor hát akkor amúgy igen, és én is ugrálok. Akkor te, hát jó, de te kibírod. Hogyan lehet online-ozni? Meg kell venni a játékot, és akkor egyből tudtok online-ozni. Nem lehet homályos a live, vegyétek fel, megyek neki tanka! Lophatunk egy tankot, és amúgy úgy mehetünk neki. Én áttülök, Robi. Persze, az egyszerű tankot lopni, igen. Hát mi? Én már loptam úgy a játékba tankot, te még nem. Persze, 6 csillagos körözés egyből. Hát igen, tehát annyi baj és legyen. Akkor a tankkal, ami megy hárommal, el kell menekülni. Nem rossz. Nem, Leszó bácsit föl kell hívni, a szevasz, nem kell itt ilyeneket csinálni. Ja, mondjuk igen. Gugner, nagyon király, örülök neki. Jó ez a lány. Gondolom live-ot akartál írni, Gábor. De ki tudja, hogy mit szerettél volna Gábor írva. Pisztolya, jó pisztolya, oké. Okay. Amit legtöbben megszavaztok, akkor azzal fogjuk majd megölni a végén. Illetve nyomjatok egy lájkot, hogy tetszik az adás. Robi, miért állsz meg mindig? Ez azért van, hiszen így a live-ok elején mindig a privát szerverek így akadozni szoktak. És most nem... nézem pedig a live-ot is, és nem igen, látom, most például normálisan megyünk. A live-ok sose akadoznak, amúgy úgy van, hogy én 6700-al töltök fel, és 100 000-re tudnék feltölteni. Szóval az én nevem, az én netemmel semmi nincsen, szóval ez mindig így a GTA-nak a furcsa dolga. Majd kövinét te vezetsz, csak majd jó, oké, de már csak két mér. Jó, hogy ez a driftes? Ez a drifted is. És miért nincs egyedi rendszámod? Á, felesleges. Felesleges? Pénz kiad. Az is pénz. Inkább a benzinre költöd mi, mint hogy ilyenek. Mondtam, hogy itt óruságon nem lehet majd most minden nap. Majd most beadjuk itt a nagy embert, vagy akit elkapjuk a nagy szörnyeket, azt a kutánnal. Hát, kapunk ért nagy utalmakat, persze. Amúgy kapunk ért, hogyha minden jól megy. Én most fölhívom a rendőrséget simán a végén. Mindenféleképpen akarok ezért utalmat kapni. Gránátvető! Az is jó ez a live. Hát de köszönöm szépen. A minőségét tekintve sajnos nem, de legalább a hangulata remélem, hogy jó lesz. Mert tényleg ma majdnem egy délelőttet készültem arra, hogy ez az adás jó legyen. És hát ez most sajnos... Fél órával kezdés előtt igen, a technika. Úgyhogy hát... amióta videózok és éladásozok, sose volt még ilyen, hogy nem működik a mikrofonom. És úgy, hogy 3 mikrofonom van. Abba egy igaz nálad van. De akkor 3 mikrofonom van, és direkt ilyen dolgokra, és még akkor sem volt jó. Na de mindegy, megyünk előre. Semmi baj! 500 méterre vagyunk, Robi! 500 méterre vagyunk az első! Úgy meg is kell ezeket keresni. Ugye tudod, nem ott lesz előttünk az, hogy hé, sajt meg Robi, itt a nyíl, vezetesz oda, te oda fogsz menni, ott lesz a... Ez nekünk meg kell keresni az összeset, nincs ilyen. Baltával, vízipiszt... Itt adódnak gondok, hallod, te nem tudsz menni ez az autó, azt kell, hogy mondjam.
Eléggé kaparázik fölfele helyen. Nagyon béna, hogy ette egy NPC autó is jobb lett volna, mint hogy ezt hozod. No, hát az... Azért live-ben is mondod azt, hogy meglepetés lesz, milyen jó autót hozok, azt elkapar egy... Már negyed keresgélem a jó autókat, azt elkapar az emelkedőn. Körülbelül igen. Na mindegy, lassan parkoljunk le, hiszen 200 méterre vagyunk úgy elméletileg. Parkoljunk le, oké. Szépen kiszállok, köszi szépen. Ó, majdnem beverem a fejemet itt a Los Santos egy Paleto Bay-be. Jó, megvan, eltesszük. Anár, oké, nem veszünk. Csak az öklöbet viszem! Ököl jó lesz, srácok? Szerintetek az elég lesz? Persze. Jó, ne fogjátok el a puszta kezet, akkor legyen egy kavics. Hát kavicsot nem biztos, hogy most fel tudunk venni, de itt vagyunk a farmon. Ez már jól kezdődik. Itt ugye nagyon kicsi a népsűrűség, itt általában kevesen járnak. Nézd már. Mondjuk itt pont van két ember. Jó napot kívánok. Jó napot. Mi láttak itt a környéken mindenféle jeleket arra utalót, hogy itt vannak olyanok, akiket nem akarnának, hogy itt lenni. Azta, ott van már, figyeljetek már ez a kis köténke, mint a henteseknek, ez jól kezdődik, ez nagyon fontos itt a falra. Másiknak is, ez ténylegesen, ez nagyon kell ide a falra. Hát igen, ők tudják. ezek is órabérben vannak, figyelj már. Mit csinálnak? Itt ül, ez egy sztárbiátot iszogatja a kezébe, figyeld már a kötényébe, ez ott egy szendvicseket eszeget, a hölgynek. Kényelmesen. Hallod, de szép, bejön? Chatnek bejön? Hoppá, itt majdnem izé konfrontálottunk. Szerintetek ő az attraktív, dekoratív hölgy? Azt a tokár. Na jó, menjünk ide, mert ezek meg hallott, föl fognak itt háborodni, azt akkor nem lesz ebből keresett. Na jó, ez enyhén lebomlott helynek tűnik, nem? Úgy megviselte az idő, ugye? Na és akkor merre fel kell? Itt. Kered Robi. Élni? Igen. Figyeld már! Hallod ezt? Ezt most fölhangosítom. Ezt halljátok? Ezt most fölhangosítom. Ezt muszáj. Na jó. Ez nagyon hangos. Én ide fegyvert teszek. Figyeljétek! De ez micsoda? Ilyen légy meg ordibálás hangok. Itt az első. Hol? Ez a kés a falba. Figyeld már! Nyomj egy elbetűt és megvan az első nyom. A véres kés látom, a falba. Látom. Na jó, akkor tényleg jó helyen jártunk. És még négy ilyen lesz, na jó. Visszaveszem a hangot, mert én kicsikét kiráz a hideg. Ilyen, szerintetek mi volt az a hang? Én ilyen könyörgés, meg ilyen ordibálásnak. Ilyen sikolyoknak tűnt, igen. És nekem mindig. Én nekem már nem. Neked már nem? Oké. Okay, hát hál' Istennek. Fú, akkor jó. Akkor húzzunk innen, mert este ledig, és ilyen helyeken én nem fogok este járkálni, ez egyszer biztos. Jó. Normális autót, Robi, amire eljutunk. Jelöld be a következő hely környékét, amit olvastunk ugye a fórumon, azt, hogy hova kell menni, jó? Oké, és közben lehívom az autót. Teljes fórumos beszélgetést olvastunk arról, hogy hol vannak ezek a nyomok úgy nagyjából, így a riportok alapján, a rendőrségi riportok alapján. Aztán most tényleg az egészet megpróbáljuk megcsinálni. Sikítás szerintetek. Tankol azért nem megyünk, mert lehet messzire kell menni. Addig hagyj vezessek már, én megyünk a kurumámot, úgyse tudnak megtámadni, jó? Már húztam leverni. Jó, remélem valami jót. Nem kurumázunk. Hát igen, Fanni, erre mi sem számítottunk, hogy ilyen hangok lesznek, meg kések. Ezek meg itt nem is foglalkoznak amúgy vele. Ha persze, ők el vannak, nézzük egy élet kés a falba. Semmi probléma. Vajos kenyeret kent. Az biztos, semmi baj. Tudj, ők azt hiszi azt, hogy jaj, hát rosszalkodott az egyik tehén, azt le kell le... Azta, halk vagyok. Sziréna a fej, az is lehetne. Csak nem vagyok halk. Jeles stílusváltás. Robi az kép... Hey! Oh. Láttad, hogy beléd, mert azok a lakókocsi csak amúgy nem szórakoznak. Én raktam oda a kést. Persze, Loréna, persze. Tudod jelölni a következő helyet? Hanyas számol a következő helyünk? Hát a kettes. A kettes. Én nálam a kettesnél vagyunk, az a gondom. Az tök jó, akkor várjál. Akkor akkor tök mindegy, mert elméletileg szinte mindegy, hogy milyen sorra megyünk, nem? Nem tudom, én ezt a részét nem tudtam elolvasni, de nézzük meg, akkor menjünk most a következő helyre. Most nézz jelölte, az jó lesz? Csak az ötös ne, elméletileg. Amit jó. Ugye magyaráztam, oda ne. Na mindegy, akkor most az első jelünk megvan, ebből ti tudtok valami ötletet, vagy valamiféle következtetés azt, hogy mi lehet? Mert mi annyit tudunk azt, hogy hát itt disznóvágás volt, nem?
Persze, igen. Tiszta nem, ilyen lekváros kenyérkenés. Az is lehet, tényleg szambuca lekvárban. A baseball ütő, hát azt most nem viszünk magukkal. Most úgy megyünk oda, hogy békésen nálam van, megyünk. Nálam van. Van nálad baseball? Nagyon jó. Én a golf ütőt, hogy az ilyen hang után már van minden. Tessék? Ilyen hangok után már van nála minden. Hát, amúgy igen, lehet, hogy fegyóval fog. Mi volt az a kés? Az az első nyomunk. Az első nyomunk az, hogy meg tudjuk fejteni a mai élőadásnak így a tartalmát. Köszi, hogyha megosztátok, meg nyomtok egy lájkot. Köszi szépen, királyok vagytok. Robbantsátok fel C4-jel. Lehet, hogy az lesz. Ho-ho, lehet, hogy az lesz. Elég erőszakos ötletek vannak. De jó, jó, jó. Persze, lehet, hogy vinni kellett volna magunkkal a kést. C4, amúgy igen. Azt magunkkal miért nem hoztuk el? Öcsém. Ott lett volna egy ingyen jó kés. Hát igen, igen. Meg hát bizonyítéknak is jó lett volna, de mindegy most már. Na, és még le se fényképeztük a telefon. Na jó, a többi hát elegendő lesz. A többi nyom hát elegendő lesz. Mindent fényképezzünk te telefonnal, jó? Úgy legyen. Na, nagyjából ilyen egy órás lesz az adás, bár attól függ, hogy mennyi idő alatt tudjuk megtalálni az összeset. Köszi szépen, hogy sajtogok lesztek ennyien. Iratkozzatok fel, meg csatlakozzatok. Csatlakozás menüponttal akkor sajtogok lesztek. Na de, 1 kilométerre vagyunk a következőtől. Itt éjszakon már amúgy rengeteget barangoltunk, nem? Az itt biztos, itt bejártunk majdnem mindent. Erdő, meg ilyenféle dolgok. Nem tudom a következő nyom úgy mi lehet itt a környéken. De itt tudom, hogy be lehet bújni ebbe az épületbe, föl lehet jár. Nem tudtam pontosan jelölni, úgyhogy amúgy majd segíts. Jó, hát próbálkozok így igazán, hogy nekem sincs ötletem pontosan. De itt az nagyon jó kezdődik az erdőbe. Oké, akkor az erdőbe lesz. Itt van egy ilyen kis ház, van egy ilyen falerakat. Szerintem, ja, itt be kell menni, nézzük meg. Itt ilyen kempingövezet van, aha. Hát nem ide való a verdod, de azért kempingövezet van, jó, ez itt, figyeld már azt a hátulja majdnem leér minden egyes bukkanónál. Szinte felér az egész. Na mindegy, azt a, itt árusok vannak, de jó! Na én itt jövök, vásárolok egy kicsikét, mit szólsz az? Én itt vásárolni jöttem, nem is kutatni, nyomtam egy fejét, nem is kutatni. Így besütjük az ajtót. Nem csukom be, hát hamarabb tudunk menekülni. Na jó napot, Bayview Lodge! Itt szeretnék valamiféle cuccokat vásárolni, egy villámcsapással spawnolt. Na az biztos, olyan, mint a Minecraftban az a feltöltött creeper, mi? Jaja. Ez amúgy ide illik ez az autó, milyen jól néz. Ez ide. Ez a tipikus ilyen amerikai autó. Hoppá. Lehet, hogy rosszat csináltam. Betörted? Ne! Ez egy szent autó volt, mit csináltál? Na mindegy, kérdezzük meg a környékieket azt, hogy láttak-e valamit. Jó napot! Nézd meg, mit találtam. Jó napot, te, hol van? Te ezt látod? Itt egy kis figura. Oszta, te itt a nagy figura lábánál. Ezt szerintem nem nyom, de azért vegyük fel mindenki. Nem nyom, de azért nem megvan. Figure Collective, nekem már 20 megvan neked. Nekem 19, egy valami hiányzik nekem. Mi hiányzik? Én nem tudom. Itt hátsó WC-k vannak, jó. De jó helyen járunk szerintem. Szerintem amúgy olyannak tűnik, mintha itt bármi történhetne, nem? Ilyen kis favis... Halló, gyere, gyere, hallom! Hang! Ilyen beszélgetés hang itt van. Itt van nálam, ugyanaz, mint a másiknál, csak hallod? Az meg sütyorgás is. És ilyen szívdobogás. Na jó, én fegyvert veszek elő. Én is. Nem is tudom, hogy mit. Jó, pintyó most elég lesz. Jó napot! Jobbról. Én megyek meg balról. Van. Én megyek balról. Mi van? Jó, itt eddig tiszta. Kéznyom. És ez is a clue. Na, esek, fotó! Fotó, nehogy eltűnjön, vagy valami. Fotó, gyorsan, snapmatic, így van. Közelítsünk rá, és majd csinálok a környékről is azt, hogy tudják, hogy hol van. Nagyon jó. Oké, megvan a fotó. El is mentem. Save to gallery. Gyorsan a környéket is innen, ilyen szögből lefényképezem azt, hogy tudják, hogy hol kell keresni. Nem csak kitaláltuk így random. Oké, még te is rajta leszel. Kiraktak a rendőrség oldalára, Robi. Így fegyverre tartom egy részt. Tényleg azt megkérdezik, azt még minket csuktak le, hogy mit keres fegyver nálatok. Elbe gyorsan, elbetű. Lol. Wow. Azt a de komoly. Na jó, és elég kicsi kéz, ilyen női kéznek tűnik amúgy. Hát ez kisebb, mint az enyém, az biztos. Hát tehát nem én raktam oda. Ne, ja, még a végén imposztornak közöttünk, ja. Azt te vagy, még a végén nem. Kiderül. Na, mehetünk a kövire, vagy még itt időzzük mehetünk, el? Mehetünk. Hát szerintem, nem tudom. Nézzük meg a következőt. Egy majom keze? Hogy lenne majom keze? Hát azért ilyen hangokat ott nem adnak ki szerintem, hogyha ha majom keze lenne, én azért úgy gondolom. Pillanat, egy picikét lentebb húznak, mert lehet hangosabb vagy, mint én. Ajaj, na az baj. Te meg azt nem szereted annyira. Nem tudom, ezt írjátok meg, ezt ti halljátok most. Én nekem most ez ilyen kétségbe esett indulása volt az adásnak, és ezért is késtünk. Mert nem tudtam azt, hogy most jó-e a hang, vagy nem jó a hang. Azt a kidobott téged a szeróról. Miért? Téged dobott.
Engem dobott ki? Hát az nagyon jó. Igen. Akkor hát ez nem túl jó. Meg tudsz hívni? Persze. Még jó, hogy amúgy a legtávolabbit majdnem, hogy megcsináltuk, nem? Nem, azt szerintem most már úgy közelebbre kell csak menni. A városhoz, mert ugye oda fog szerintem spawnolni. Gyorsan fölmegyünk. Küldtem invite-ot. Küldted az invite, a social, game invites. Itt is van! Legalább el tudom fogadni legalább. Remélem a világ másik felére spawnolsz. Hát az a gond, hogy a városba valószínűleg. A helyemre. Hát akkor indulok. Tudok teleportálni vagy valami ilyenek? Axizni talán tudsz. Az amúgy jó lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy ilyeneket lehet. Én addig, addig visszahallgatom, hogy Hulk vagyok-e vagy nem vagyok-e Hulk. Addig most van idő, még betölt a játék. Hát csak izé, 6 mérföld végül is. 6 mérföld a semmiség neked. Á, egy perc alatt ott vagyok. Amúgy nem addig rossz. Én sem beszéljek, mi vagy szerintem... amúgy addig, hogy hallgatok. Nem, csak meg telefonról most visszahallgattam. Szerintem amúgy teljesen jó lesz a hangja. Emlékszem még, amikor mezőturon volt a persze! Hát hogyne László Rózsa, persze! Fehér embetűhöz menjetek, nem megyünk embetűhöz, most küldit nem csinálunk, most még van 3 nyomunk, amit meg kell csinálni. Én benyomok egy ilyen zöld, William Afton. Valaki azt írja a cseten, hogy William Afton lehet. Ilyen zöld ízét nyomsz be, micsoda? Egy ilyen zöld juice. Van egy ilyen zöld juice, mindenféle egészséges cuccból. Ja igen, most nagy egészséges lettél, tényleg tudom már. De itt a játékban, most ott gondoltam, ja, nem élőben, ja, nem, de úgy is cipor. Ne, azért nem zéró, de azért kevesebbet. Kevesebbet, tudod, hogy van ez. Most körbejárjuk körülbelül az egész mapot, csak most ez egy nem tervezett ilyen kis kidobás volt. Most nem igazán akar a szerver se összejönni, meg így a hangminőség sem. Hát nem tudom, szokott tervezett kidobás lenni? Hát tervezett kidobás, azt tudod milyen. Amikor ott állnak a parti hely előtt a kidobók, és valaki rosszalkodik, és tervezetten kidobják. Ja, igen, igen. Érted, 800 IQ. Mindjárt lopok egy repülőt. Még lehet hamarabb odaérsz. Na jó, addig nézzük át, hogy hogy szerelkeztem fel. Ma van a szülőnapod, Mr. Kacsa, nagyon boldog szülőnapot! Bugatti, hát nekem itt nincs ilyen autóm. Na, van egy sniperem, amit a távol... mérföld. A távolra megyünk, van egy sniper, ami nagyon jó. Van egy AK, ami tökéletes, ez az SMG-t sose használom, pintyó, oké. Meg amúgy a természetesen a legfontosabb, a macsete. Ha macsetét találtunk, akkor macsetébe fogunk visszavágni. Ugye, Rovi? Én, nekem baseball ütő van. Baseball ütő, nekem meg ilyenekkel? Az jó, az elég? Persze. Na jó, én kezemben az is elég éles fegyver. Ó, hát az egyszer biztos. Az egyszer biztos. Mindegy, jön értem, és akkor de jó, hogy beestelik, és konkrétan a maradék 3-at éjszaka fogjuk megcsinálni. Viszont most megnézhetjük azt, amit az elején kihagytunk. Tényleg, nagyon jó. Amikor egyszer, akkor valaki hát lemaradt volna. Hát az élet kitalálva, így terveztük ki, tudod? Így van, ez direkt így van, nem direkt dobott ki. Szóval a lényege az, hogy egyszerre merészkedett be a szörny a városba, és hagyott is nyomot, azt most meg tudjuk nektek mutatni, utána megyünk ugye újra éjszakra a nyomokat keresni, már 2 nyomot megtaláltunk, majd kiderül azt, hogy a többi meg lesz, és a többi hol van egyáltalán, az a legnagyobb kérdés még. Hát igen. Most ugye megnézem addig gyorsan a térképen, ugye 2-t már megcsináltunk, és az egyes az egyes. A többi amúgy. Az közelebb van, úgyhogy az közelebb lesz a többi. Aha, igen. Jó, oké, most még a 2-es ez elméletileg, jó. Mert amúgy én jól jelöltem, félreolvastad, jó voltak a számok. Hát de hogyha megnézed majd, amit küldtél nekem, azon igen. Nem éppen jó. Mert én onnan nézem én is, és az 1-es az 1-es volt, de mindegy, most ezzel ne foglalkozunk. Várjuk, Robi! Én addig, hölgyem! Nem csodálom, hogy éppen ezt teszi, de légy szíves, adna egy kicsit belőle? Adjon már kicsit belőle, na, Léci, hagyj egyet negyed már. Mérföld, negyed mérföld. Itt is, ha látlak már a térképen. Látlak már a térképen. Hát ez félelmetes, igen, főleg amik ezután jönnek. Osztattak meg a live-ot, minél többen legyünk, ezt nagyon-nagyon nem késhetitek le. Ott jössz, és végre talán nem szaggatsz ide-oda, ez az, csá. Ugye mondta, hogy most neki menti egy kicsit. Komoly, kicsit ilyen neki. Dudád van. Nem abba szállok be véletlen. Komolyan ilyen, nézzék, kamionos duda. Persze. Teljesen jó! Bence végi boldog szülinapot! Akkor jelölöm, hogy hova menjünk! Ezt szerintem most egy éjszaka meg tudjuk nézni. Nem nézzük meg? Ja, igen. Tudod, az? Arra gondoltam. Balra mögöttünk, nem? Aha, mert most nem tudok valami jelölni a térképen, akkor mehetünk. Indulsz? Jó, bejelölted. És ez az akkor indulsz, amikor én a játékban. Ez az, eddig nincsen. Most neki menti az autónak? Ahogy is, profin vezetek, soha aha, nem tényleg most fogadod arra, hogy csak a lag igen, volt, csak a lag a volt. Szerver, csak a szerver. Így van, persze, természetesen. Milyen rossz a szerver, láttam. Hallod, elviszel mindent a szerver miatt.
Piros lámpa? Nálad zöld volt, csak nem, a szerver, nem ugye? Nem hallottam, mentem át előtt. Csak a szerver. Szerver. Most ugye, bakker, most tényleg lag van. Nálam, mert most nekimész a falnak. Áááá! Ez nem jó, ez nem jó, nem jó. Ez nem jó, de semmi baj. Menj oda, és akkor igen, oda is spawnolt. Ez nem, mitől van az, hogy amikor együtt játszunk egy privát szerón, akkor vannak ilyen laggok? Jó kérdés. Ez amúgy egy fogalmam sincs, és ez nagyon-nagyon tűíti, mert úgy normál szerveren ilyen nem szokott lenni. Most is itt megálltál az útszínén, vagy csak nálam? Én nem álltam, még megyek tovább, ma itt volt, de amúgy megálltam, megálltam. Áááá, de most meg átvertél, nem hiszem el. Na vegyük elő, én most már ezek után nem a golfütőmmel megyek, hanem ténylegesen a macsétével. Mit szólsz hozzá, jössz? Én pedig ezzel nem is csak. Zseblámpa? Az köz. Ja, flashlightot tettél? Nem persze. Semmi, nem semmi vagy hallod. Mehetünk na, előre. Gyere, figyeljétek. Itt a kaktuszok vannak, és egy picikét tovább megyünk, akkor ránézel erre a házikóra. És nézd a... Nézd az ablakokat, hogy milyenek. Az igen. Full vér. Full vér az ablak. Mondom, lehet, hogy szerinted több elás? Fogalmam sincsen, én föl is fogok mászni szerintem. Sniperre próbálj meg nem benézni. Engedi, ezt mondta, hogy olyan ennek az ablaknak az üvege, amikor belülről világítanak, csak akkor látszódik, ezért nem tudtuk reggel megmutatni. Itt tippeljetek, hogy mi lehet cseten. Kínosztak. Ja, nagyon durva. Itt mondom, a szörny egyszer, és látod? Ez sincsen bezárva meg semmi. Ilyen történt nincs, itt a házba. Nincs, minden, én mászok már hátulról föl. Én is oda megyek. Itt vannak itt a házba. Mi? Várjál, tegyük el, mindent tegyél le, csak úgy kézzel. Oh, hello. Izébe jövünk, mert süteményt hoztunk, jó napokat kívánok. Yeah, ezek meg itt tohágyod. Finom a cigi? Az, egyétek meg, hogyha nagyon akarjátok, de most mi megyünk investigálni a dolgokat. Investigálni, tudod, hogy van ez? Persze. Így van, mehetünk még egyen föntél. Mi? Lehet a itt bázisa. Üres terep. A szörnynek a bázis, az is. Én biztos, hogy elolvasom. Most itt fedez, még előveszem a fegyót, fedez egy kicsit a lépcsőn. Vein. Okay, rock best. 50 legjobb bikini, amit most vetsz. Az már, ez már segít hát nekünk ez, most. Ez nem nagy nyom. Give a acting, okay, abba hagytam. Love, itt egy ilyen szeretlek bögre. Hát akkor ezzel most nem jutottunk szerintem előrébb sajnos. Még egy emeletet föntébb lehet menni, vagy? Ja, föntébb lehet menni, akkor egy emelettel föntébb megyek, megnézzük, hogy itt mi van. Szívverés hang is van. Na jó, akkor ténylegesen... Én nem hallottam. Itt én se, de a másik kettőnél ott ténylegesen volt. És csak itt egy csatorna, nem lehet ezt lelőni, bemászni? Jó, próbáljuk meg. Álljaj, ne adj engem. Szerintem én ott nem, túl sokat tettél. De látni valamit. Sok volt, ha itt a hamburgerek meg a pizzák, nem férünk be most sajnos ezen az ajtón. Most... Van egy kis terasz! Jó, majd megpróbálok lepottyanni ide. Hát ugye ez nem sikerült. Hát ez egyáltalán nem sikerült. Neked? Várjál, hova figyeljétek, Robi pottyan! Neked sikerült! Így se lehet belátni. A szörny várj, meg... itt van valami. Na várj, akkor fölmenjek? Érdemes vagy ne? Hát annyira amúgy nem. Hát nem akkor csak menni. Itt közvetíts, volt, hogy mi van. Ja nem lehet. De ezt nem tudom, hogy mi lehet. Ez annyira komoly. Azt mondtátok azt, hogy Momo megkínoszta, és utána elvitte a falerak a... Megvan! Oda éjszakra, ugye a legtávolabbi pontra menekült a szörnyel, aki itt volt. Természetesen az a mapnak a legteteje, és a kését meg ott elhagyta a farmnál. Ó, szóval most úgy nagyjából meg lehet... A véres kéznyom az hogy került oda? Még messzebbre. Mondom, azt oda vitte szerintem a nőt. Tudod, vagy akit megkínzott itt, aha. Hiszen az a legtetej a pályának, attól magasabbra nem is tudott volna, hagyj vezessek én most egy kicsit. Attól magasabbra nem is tudott volna menni. Szerintem tényleg, ez amúgy nagyon jó következtetés. Érdekes. Na akkor be tudsz jelölni egyet ott a reptér fölött, nem? Vagy valami olyasmi volt, ha jól emlékszik, ott a reptér teteje környéke szerintem. Azt most megnézzük, hogyha véletlen kidobna a játék, akkor azt egyedül megnézzük mind a ketten, azt majd utána. Hát én lehet, hogy jobbra mennék, de amúgy így is jó. Ez nagy kerülő? Nem, jó lesz. Jó lesz, azt nem fogok átvágni, szerintem ez az autó lehet nem arra van, hogy átvágjunk itt a susnyáson. Nem is volt sokkal hosszabb, mert 5 mérföldet itt most csak 3-at. Vagy 4, azt a ide-oda ugrál. Most már megint 5-öt ír. Itt még a GPS sem működik, halljátok, tudják azt, itt nagyba keressük. Azt úgy lefogjuk. Látom, hogy nagyon lagos a szerver, nagyon neki menjünk mindennek. Nem, az tényleg a szerver miatt, mert kiukadt a gumi az autón, ez csak azért van. Ez nem nagyon lyukadt ki. De ez teljesen kiukadt, ez az a jó gumi van. Itt
nincsen önvezet, ez nem Tesla, hogy vezesse magát, hallod? Ja. Itt nekem kell, hoppá! Vagy pont, hogy az autopilot vezet, nem én vagyok a hibás, bekapcsoltam az autopilotot. Hozzá se érek a billentyűzethez jelenleg. Neked amúgy laggolok, vagy csak az nálam van? Nekem nem, teljesen jó. Jó, akkor megyünk, a három amúgy már meg lesz az öt nyomunk, botja, ezt most el tudjuk érni. Hát igen. Az nagyon-nagyon komoly lenne. Reméljük, hogy eddig tetszik az adás, iratkozzatok, hogyha igen, és szeretnétek, hogy még legyen GTA, GTA 5, itt elmegyünk jobbra, hoppá! Ott amúgy cseles, nagyon, cseles, fura, nagyon fura, fura az irányítása, olyan jól tapad amúgy a földet így az úton. Hát ez nem nagyon. Nem már, a lag! A lag miatt megfordultam így véletlen, a lag miatt. Aha. Nem én vagyok a béna. Igen, nézem a streamet, hogy nálad, hogy nézed ki, és igen, de, igen, 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 mindenki nézheti a streamet, csak te nem, amikor én vezetek. Figyelek a chatre, folyamatosan figyelek a chatre. Tudtok, azért vezetek ilyen, azért vezetek ilyen rosszul, hiszen a chatre figyelek folyamatosan. Op! Az igen, a de drága figyel... autóm. Mi? Hát ez 5 forint volt ez az autó. Mondom, hogy a szervizre most már ízik, küldöm a számlát. Ja, persze. Hoppá! Azért ezt láttad, nem? Hát láttam, a jobb tükröm az majdnem lerepült. Ah, persze, ilyen szép mozdulatot se csináltál még soha. Mondom, egy tükör 20 ezer, nem? Nem? Aha, aha. Jó, na mindegy, akkor ott vagyunk mindjárt a kövinél. Nem baj, sajt derbi. Hát ez nagyjából igen. Ez ilyen roncs derbia lesz, amire, hogyha én vezetek és oda megyünk az összes helyre. Hoppá! Azért érzed, mi még egyszer... Mi manőver? Még egyszer se léptem rá a fékre, csak úgy mondom. Épp ez a gond. Ó. Hát ez... Mi a baj? Nem vagyok boldog. Miért? Na írjátok, hogy szavazzátok meg a chaten. Ki vezet jobban? Sajt vagy Robi? Sajt 32 vs Robi. Ki a jobb sofőr? Most mindenki, aki itt van, kommentbe és a chatre írja le. A ki... segít, hogyha közben nem mész neki mindennek, miközben ezeket mondom. Ki az, aki... Ki az, aki jobb... ki az, aki jobban vezet? csak mondom, hogy engem szerintem többen írnak ám nézni a chatre. Aha, én is úgy látom. Néhányan azt írják, hogy Robi persze, ők csak az előző adásokat nézték, vagy egyébként egy Roblox gameplayt néznek, csak azért írták azt. Hát én sajtot alig látok. Aha, jó. Látod, én sokkal jobban vezetek, így. Én 10/9 és Robi meg 10/1 millió, hogy vezet. Azta! 10/1 milliót na, kaptál, igen. Csak úgy mondom. Hát ez köszönöm. Én amúgy kicsit azért jobban vezetek, valljuk be. Nem, Robi valljuk be, hogy próbálkozni lehet, de ez a mi titkunk, nem kell így kivondani a Robi előtt, azért nehogy megbántsuk, de azért százszor jobban. Látjátok? Itt vagyunk, na várj, de itt biztos, hogy... Van út is arrafele, nem muszáj itt izé... Dehogy van. Szétszínni az autó felfüggesztést. Dehogy van. Hát ez már vége. Szegény autó. Jó, amúgy várjátok, a nagy térképről nézted a dolgokat? Persze. Vagy amiket én írtam. A nagy, nagy. Hát akkor az volt a probléma, amit én írtam, azt kell figyelni. Ó, én megasztom, ott van, egyes itt van. Nem, itt biztos, minden. Hogy jó helyre jöttünk amúgy. Hát, én nem vagyok benne, biztos nagyon mert jövő. Ez itt nem kopár tudom, hogy mi akar itt. Eddig valami jó falu, meg ilyenek voltak. Ami hát lassan kezelésre veszem a dolgokat, hallod. Addig itt nézd már körbe. Itt mik? Mász már be oda alá. Nehogy mászok, mász be te. De mászál már be alá. Hallod ezt? Ne, én, vagy van hang, akkor biztos jó helyen még. Haló? Mintha valami... Nem tudom, farkas üvöltött volna. Igen, ilyen farkas ilyen hörgéses farkas üvöltés van. Igen, én azt tényleg hallom. Várjál. Chat, segítsetek, hova kell venni. Nézzünk be, itt oldalazza, benézzünk. Halló? Ez itt nem oké. Visszanézhető lesz, persze, hogyha valaki... Azt oda megijedtem a vonattól. Na hát én nem tudom, hogy jó helyen vagyunk-e. Én se, akkor ezt gyorsan megnézem. Addig, befixálom így a kamerát, hogy tudjátok nézni itt, figyeljetek, ott. Tudjátok nézni a kamerát, mert akkor megáll az adás egy pici időre. Úgyhogy gyorsan akkor elmegyünk a második helyünkre, oké. Okay. Na én tudom, hova kell, nem kell egy idő. Tudod te? Bízzál bennem. Hogy ne tudnám. Oké, akkor bízunk Robiba, mit szóltok hozzá? Gyere, ez még nagyon messze van. Nagyon nem messze. Jó helyen vagyunk. Dehogy nem, amúgy jó helyen. Jó helyen, csak egy kicsit elméreteszted. Én akarok vezetni, mert ez borzasztó volt az ideút. Hallod, valaki látott egy levágott kezet itt? Hó, de szerintem ő is játszott már a játékkal. Na jó, én tovább nem megyek, nem merek.
De valahol akkor itt lesz. Na, én követlek, én most csak utánad megyek, nem is érdek. Én sehova nem megyek, csak utána. Várjál, vegyél a fegyvert. Ez nagyon hangos. Ez tényleg az. Itt, innen jön az a zörgés. Úristen, nagyon, ezt most fölveszem megint a hangot. Ti halljátok adásba, ezt nem tudom, hogy halljátok-e. De van ilyen tűbörgés és ordib, mintha ilyen vérfarka. Hallgassátok? Ezt hallottam én eddig is. Fúj. Itt valami szemét ez van, csak egy simán szemét lerakat akar lenni. Figyelj, íveszik egy klú. De mit? Itt van a földön, ahova nézek most. Egy kéz. Mi? Oh. Mi jó? Na és jó. Ez kb. Akkora, mint a képen a véres anyamat. Nézd, és ezt te... Az kamerába. Akkor lehet, hogy elsőleg ott járt és utána hozta ide? Na jó. Hát én nem tudom már. Én ettől hangtól kívülök konkrétan. Én megjövök. Itt ez a kéz. Vagy fotó, Robi, ugye? Ha, te megijedtem. Leveszem a hangot gyorsan. Fotó, nagyon gyorsan. Gyere. Mindenki. Egyből a fotót, jó, teló elő. Ne szórakozzál már, ez komoly. És itt valaki azt hitte, hogy itt a sivatag közepén a szemétbe jó helyen lesz. Úristen, na jó, hát. De mi megtaláltuk. Ez komoly. Várj, a helyszínt is le... Hát az biztos. Lefényképezem itt a helyszínt, az, hogy... Oké, ott van hátul a hegy, a Mount Chiliad, itt lesz oldal. Jó, akkor megvan a következő helyünk. Ez volt a harmadik? Új, már nem tudom, kezdek belevezni. Szerintem igen. Remélem, hogy... Jó, még van egy. Oké, még van egy. És utána megyünk az ötödik egyben utolsóhoz. Na jó. Szegény autóm, hogy néz ki. Én vezetek. Jó, vezeste, de hát engem most a legkisebb zavar, inkább szegény ember. Hát egy kéz. Na jó. Elcipelte a városból ide. Levágta a kezét, és hogy... Na jó, te most már mész, mert egy helybe állok. Persze, megyek. Ja, tényleg bejelölted a térképet. Oké. Szeretem a sajtot, persze, hogy szeretem. Mire gondoltok? Ez amúgy... egy eléggé furcsa dolog, hogy szerinted érdemes lett volna elhozni a kezet? Nem, én nem nyúlok hozzá. De így be tudták azonosítani a rendőrség, nem? Itt lesz az még, nem hiszem, hogy elviszik a farkasok vagy valami. Hát ki tudja, hát az előbb is hallottuk a farkasokat. Nekem az a bajom. A kést is ott hagytuk, tehát. Ó, bakker, igen. Alapból a kézből. Beszkennedjük, hogy mindent csinál a rendőrség, ellenőriz. És konkrétan megtudja azt, hogy ki lehetett az. De figyelj, alapból nem szabad hozzányúlni a bizonyítékokhoz. Ajj, tényleg. Lefotóztuk van róla. Jó, lefotóztuk, majd eljönnek ide ők, nem? Mit szóltak volna az, hogy most ugye önkéntes rendőrök vagyunk, nem? Az nem lett volna túlságosan. Jó, a következő az ilyen közel van? Hát, egy mérföld még. Azért mondom, az nem olyan túlságos, főleg ilyen kanyargós utakon. Oké, Paletto Bay-ben van a kéz vérlenyom. Igen, ott voltunk, láttuk az ajtón azt a lenyomatot. Azt láttuk, persze, az kemény volt, az ott a második nyom. Jó, oké, és toptávlán szépen megálltál. Robi! Persze, megálltam. Robi, szépen megálltál. Ja, bocsánat, pont az, hogy kimaradtam, még te lassítottál, ugye, és körbenéztél meg ilyenek. Pont a ugrott egyet a szerver. Ja, Era Vidákovics azt mondja, hogy szerinte föl kellett volna venni. Era, hát ha lenne, rajta van kesztyű? Robi, rajta vagy nincsen. Vagy zacskó, vagy nem is tudom. Jó, egy nagy Tesco zacskóba belevágtuk volna, biztos megörülnek. Na itt hogy fogjuk megtalálni és mit kell keresni? Hát jó kérdés. Ez hallod nem semmi. Ebbe is állok ide. Ez nem semmi. Fú, na jó. Következtessünk és gondolkozzunk, hogy mit kéne keresni. Én még nem, de következtessünk arra, hogy mit kéne keresni. Volt kéz. Voltak véres ablak. A kéz lenyomat. Majd körbenézem ezt a házat. Jó, én addig megyek a másik oldalra. Az egész terület piros. Vagy és itt gengetek lett. Akkor ezt még védik? Na jó, emberei vannak a szörnynek. Ha akar menjünk, akkor nem bukjunk le. Oké. Akkor melyik házat nézzük elsőnek körbe? Én jövök szépen ide. Megyek. Szerintem már mindegy. Téged elkaptak? Lekod, győzzük őket? Gengetek van. Jó, akkor győzzük le! Nem érdekel! Itt összövetkezünk, Robi, szövetkezünk. Nagyon sokan vannak. Nem érdekel, elbújjuk az autó vagy akár mögé, ezt a rejtét itt meg kell, ezt nagyon durván védhetik. Itt most járatot itt a környéken szerinted az ember? Vagy a szörny, akit keresünk? Hát nem tudom. És még az emberei itt vannak? Vagy itt van lehet itt a leg... Itt balról. Jó, hát igen. Jó, én tényleg elbújok egy picikét, mert azért ez elég kemény lesz. Jó, gyertek ide! Ne legyetek ilyen bénák! Ott van!
Egy megvan, kettő megvan. Azt a granyó? Röppent a granyó, Robi? Persze. Ügyes vagy, oké. Én megyek a túloldalról, megvan. Megyek a túloldalról. Autós, figyelsz. Autós. Na mi van, Koma? Azt hitted, mi hátba ezek állod nem bírják, te, veled vannak elfoglalva. Hát igen. Ja, téged lő, engem lő. Azt a te felrobbant itt mellettem a cucc. Mindjárt belehalok. Hát ez nem oké. Ez nem oké. Ezek nagyon kemények. Várj, mindegy, levadászunk mindenki. Te robbangatsz? Persze. Már csak 7 enemy van. Oké, ezek úgy céloznak. Ott lóg, nem, csak ez az ablak. Azt hittem, hogy ott lóg valami. Jó. Ó, ezek újra spóloltak. Aztá. Én nem is tudom, hogy hova meneküljek. Nem is tudok sehova menekülni. Ezek úgy lőnek. Próbálom ezeket a szélsőket itt kiszedni, csak az a gond, nem tudom, hogy hogy kell HP-t tölteni, így alapból most nem lehet. Pénz! Voltak $16. Ah! Hoppá, engem mindjárt kiszedek. Hoppá, elbújjak, Robi! Itt van megint egy ilyen kis figura, na jó, itt biztos lesz valami. Oké. Okay. Kifli. Hát csak egy ember van, megvan. Szép. Lesz még szerinted újabb wave? Újabb hullám? Ne, megvannak. Nagyon szép. Oké. Okay. 6 killen volt neked, 30? 9. Hallod? 6 killből 5 headshot, csak úgy mondom. Csak úgy szól. Az igen. Hol volt figura? Itt volt lent a figura, és nappalodik nagyon jó. Látom. Nagyon jó, nappalodik, ez király lesz. Egyél vagy így áll. Hát próbálok azt a PG-t tudnék elni, csak nem tudom, hogy kell azt az inventory cuccot előnyitni. Köszi Éva, csinálj már, hogy feliratkoztál. Köszi szépen a feliratkozást, hogyha most iratkoztok föl, kiírja mindenkinek a nevét. Na, akkor mit védhettek ennyire? Nézzük hát meg. Hát én nem tudom. Körbe a házak. Én első végigmegyek itt a veteményesen, jó? És nem bírok végigmenni, de FPS módban megyek, akkor kicsikét így közelebbről van, oké? Okay. Jó katona erre lennél. Erre felhallom ennél a háznál a hangokat. Melyikre? Én is. Vagy ennél? Vagy én a figyelők. Másiknál? Ennél itt baloldalt? Ennél itt van. Micsoda? Try my pork whistle. Oké, okay, ez csak ilyen reklám felirat, oké, okay, be okay. Kell nézni a házba. Lecsekkoltjuk. A repedéseken át, vagy valamiken, oké. Okay. Kamera, várja. Hát ez... Nem bírom kilőni. Az ne is, hát a bizonyíték, haló. Ha most még jó, hogy nem tört össze a kamerát, a rendőröknek hogy adjuk át, hogy mi mentettük be? Hát, ki nagy díszpolgárok lennénk. Erre nem is gondoltam, igaz. Ide be lehet jutni? Nem tudom, fogalmam sincsen. Na nézzük meg itt a... Megnézem ezt a kis részt itt oldalt. Itt ilyen etetők vannak, fú. Ha ilyen helyeken tartják a disznókat. Oh! Mit találtál? Can you find me? És itt a clue! Meg tudsz találni? Azt kérdezi tőlünk! Na hát nem adjuk fel most már. Az na biztos. Jó! Na jó, így akar a végén velünk trollkodni, vagy hát ki tudja, hogy a végén nem. Ez már negyedik volt, ugye? Igen, Vagy világ is, meg nézzük meg mit itt ki. Clue, igen, 4. Oké. Okay. Nagyon jó, akkor... Reméltek az ötödiket is megtaláljuk. Jöjjön egy Snapmatic. Oké. Okay. Can you find me? És bang! Le is fotóztam. Megnézzük gyorsan itt a környéket is. Ez még így kihív minket, hallod, egy ilyen párbajra, nem? Hogy nem tudsz úgy sem megtalálni, meg ilyenek. Nem adjuk föl, az biztos. Nem, hát menjünk az ötödikre. Menjünk. Emlékszel, hogy igazából... mit olvastunk, vagy mondjad nyugodtan. Mondjátok, nem tudom. Azt, hogy mit olvastunk, mondasz? Azt, hogy ezek a helyek úgy nagyjából hol vannak? Mert itt írták, ja, hogy hát senki sem biztos benne, találták, mert folyamatosan találkoztak vele, mert köröz a városba, egy helyben persze, nem marad soha. Folyton, nem lehet, hogy ez szóval most körbe kéne nézni szerinted is így mindenféle helyet itt a figyelj, nem tudom, én úgy hallottam, hogy a baloldali részén térképnek lehet megnézni. Jó, bár akkor... most merre vagyunk közel? Merre nézünk szépen? Szerintem, ugye látták, ha jól emlékszem, valamerre erre, ugye folyamatosan köröz az egész városon. Most nekünk el kell kapni valamelyik ponton, valamelyik búvajet, ez van a legközelebb, nézzük, ez a lápos hely, tuti, hogy itt lesz. Oké. Okay. Mit folyó találkozásánál, ott hallottam. Jó, nagy, a tuti, hogy ott lesz. Itt szokott elméletek bujkálni, illetve, hogyha a mapot megnézzük, valamerre erre,
valami erre, erre, erre. Szóval az egész pályán, kivéve a város, oda már nem mer bemenni. Ugye ott láttuk, csak egy helyen van. Hát persze, főleg így, hogy ennyi nyomot találtunk róla. Hát az biztos, hogy most már biztos az, hogy nem megy be. Megnézze, hogy megvan a telefonszáma a rendőrségnek, megnézi azt, hogy Bruce-nak van, Dom, hát van egy taxit, azt lehet nem hívom rá, jó? Mit az a taxit ráhívja? Taxit azzal nem fog remegyünk. Még elmenekül hallod. Még ráfogja a fegyvert a sofőr, azt elmenekül. Lamar, Leszó bácsi talán tudna segíteni, de... megnézzük azt, hogy van-e valami olyasmi lehetőség. A rendőrséget kéne kihívni, csak sajnos hát arra nincsen meg a telefonszám, nem annyira szeretnek minket. Request job, boat, car, nincs semmi. Semmilyen nincsen sajnos. Na. De külön írd be a telefonszámot, tudod, mint a tűzoltóknál. Oké, megnézzük, milyen számot írjak be. Na mi a rendőrség száma? Én tudom, de te tudod-e? Tesztellek. Én tudom. Küldök egy SMS-t, hallod? Küldök egy SMS-t, de egyszerűen nem tudom, hogy kell hívni. Vagy akkor... be lehet pötyögni a telefonszámot. Nem, most szerintem nem. De? Azt most nem találom. Van ezek Secure Serve, Job List, Internet. Megnézem tényleg a híreket, az, hogy van-e valami. Igen, 9-11 meg 112 ügyesek vagytok. Ezt jól jegyeztétek meg, tényleg a 112 Magyarországon egy nagyon fontos hívószám, hogyha bármi bajotok van. De 911 is működik, olyan, igen, képzeld el. Állítólag igen. Nem, ha bármi olyan bajotok van, az, hogy mentő, vagy tűzoltó, vagy valami ilyesmi kell, akkor a 112-t kell tárcsázni. Ez fontos, ezt mindenki tanulja meg. És itt szerinted hova menjünk? Na, várjál, itt biztos, hogy gyalog kell menni. Ez tuti, hogy itt valahogy gyalog hát, kell menni, nem? Az autóval nem megyünk ilyen helyre. Dehogy Isten, kit érdek az autó? Kit érdek az autó? Hogy néz ki. Valahol itt volt, ahol utoljára látták? Itt volt valahol? Én úgy hallottam, hogy a két folyó találkozásán, hogy megnézed itt, hogy folyik bent a... Aha. Hát nem tudom, mi ez útfelől. Ez a Nílus, meg itt a Ganges, meg ahol a összeér, Ganges, ugye? Ganges meg a Nílus, ahol összeér, az valahol itt kell lennie. Ez és hallod ezt a lövés hangot? Nem. Megyek utána. Valaki izé. Halló? Lőne, tudod? Mit csinál? Ez a sportlövése, amikor lövik a tányérokat, így földobálják. Azt komoly. Én sniperre körbenézek. Én is azt akartam pont mondani. Oké, nincs. Mire számítsunk szerinted? Nem tudom, de gondoljuk meg. Mibe menekülhet egy ember? Most itt a mocsárba bújkálna, nem hiszem én azt. Gyalog, szerintem nagyon sok idő lenne, amíg körbejárná a várost. Repülővel biztos, hogy nem, mert egyből lekapcsolnák. A fákban, nézzük meg a fákban, oké, itt lemegyünk, lentébb menjünk. Azt írják a chatről, hogy a fáknál is nézzük meg. Oké, hát... Szerintem a fáknál nem igazán találom, nem tudom, hogy vele. Mindjárt ott egy kis körben hol, Viki, hol? Pontosabban írd le, légy, akkor egyből ránézünk. Bokornál, azok ott biztos nem ugratott le, hogy egyáltalán, mondtam, nem repülő. Hajó! Nézd meg a kis szigeteket, amik itt vannak. Hallod, nem hajóval jöhetett? És én azért van itt a vízbe, víz alatt. Jó, lecsekkolunk mindent is. Aksa, ott van egy ember! Hol? Ott hátul a túrparton, de szerintem csak horgászik, de nézzük meg! Megvan, Red Tiltis, köszi szépen! Lőjük le! Hogyha te játszottál már, kockáztassunk? Ne! Jó, akkor ne lőjük le? Jó, akkor lőjük le, oké. Okay. Okay. Aki már játszott ez és találkozott itt a játékon belül, az mindenféleképpen most jelezze nekünk, hogy ténylegesen ez hol van. De lehet az, hogy most nincs itt, nem? Elronthattuk, menni kéne a következő pontra, amit mind... Mert több helyen voltak szemtanúk, hogy olvastuk. Két fa között van. Úgy hallottam, hogy errefelé a szigetrészeken, de én nem látok itt semmit, szerintem. Szerintem akkor ezt hanyagol... Hát, te itt volt, ami morgó hang már megint. Bokor, magas fű, oké, itt vagyunk. Köszi Red Dead Leeds, köszi az ötletet, csak most elsőleg ezt kéne való kifülelni, megtalálni azt, hogy merre is van valójában. Hát itt biztos észrevennénk, nem? Hát, mit bujkál itt a fűbe? Biztos nincs itt gyerünk. Hát a 100%. Akkor menjünk a következőre. Menjünk a következőre, aztán tényleg jól körbe kell nézni mindenhol. Túlparton van egy sátor a fák közt. Mi? Tényleg? Túlparton van egy sátor a fák közt. Ott lehet? Túlparton van egy a híd alatt. Többen írták azt, hogy a híd alatt. Jó, nézzük. Szerinted nem a híd alatt? Lehet, hogy látom, várjál csak. Mi? Jött ott fölmentél? Ha innen körülnézek. Oksa. Megyünk előre, amerre csak mondjátok, mi arra fogunk menni. Neked itt volt. Átbor. Nem a híd alatt van. Én nem látok semmit. Én sem, lehet azt kéne, hogy elmegyünk a következőre.
itt jelentették a legtöbbször ahogy, azt tudom, hogy itt jelentették a legtöbbször. Épp azért nem itt lesz, mert nem elmenekülünk. Valószínű, amúgy valószínű. Meg kell fölmászni, csak szerintem itt le fogok zuhanni. Lezuhanok. Nem hiszem el. Ez hihetetlen. A híd alatt nem lesz szerintem. Elmentél mellette, Léz, hát... Mit csinálok, érted? Mi, hol vagy? Jó, hoppá, de kedves valaki... Éferdával lejöttem érni. De kedves valaki, hallod. Barlangot keressetek, az is egy jó megy ez, nézd meg. Megy ez föl. Profi. Be tudod jelölni a következő értekezéseket, azt, hogy persze. Merre jártak így a legtöbbször? Ez is ilyen vizes részén, úgy hallottam. Az is, hát akkor biztos hajóval jöttem úgy. Én nagy vízkedvelő. Hát tuti hajó vagy. És az, hogy 3 mérföldre van, ott van egy lyukas sátor. És mi van, hogyha útközben van éppen szerinted? Akkor sose találjuk meg. Hát akkor vége, akkor nem tudom. Na nem baj, szerintem az lesz, hogy nem baj, reménykedjük abba azt, hogy ténylegesen jó helyen lesz, és jó helyen meg tudjuk találni. Mindjárt 500 like, köszi királyok, vagy tudod nyomtok egy like-ot. Neked ott állt, ott volt. Igen, Mo-t kerestük, szörnyet, igen, nézzük. Hello Vicky, hello. Hogy van Tomi? Jól, köszi. Gondolom, nem találkoztam ma vele, de attól szerintem jól van. Ott a katonaság. Hát igen, a katonaság az utolsó hely, ahova bújjanna szerintem. Opa, mi volt ez? Nem ő volt az? Bolondos itt a záró vonalon. Ez lag volt, nála menjünk tovább. Ja, valószínű. Nem ugrott érte kép? Én már itt vagyok, ahol hídból, alagútból kijöttem. Persze, valószínű. Köszi szépen, Amália Bartus, király vagy. Lemaradtam valamire semmiről, hiszen földben az egész jó kis adás. Akkor arról, hogy milyen profi vezetek. Semmi ja, másra. Persze, hány órás a live? Hát meg kell találni, az utolsó nyomnál vagyunk, muszáj, hogy megtaláljuk. Minőségi az autód. Na, ilyen dicséretet csak kaptál. Köszönöm még, Robi. Szépen. Minőségi hát, igaz, az autód. Meg egy ötörve. Hát ez ilyen tipikus keresőautó. Tud, ilyet is látjátok, hogy a korláton megy meg ilyenek. Persze. Azt nem tudom, az autópálya lesz. Hát nem tudom. Nem tudom, fogalma sincsen. Holnapig nyomjuk át, azért csak meg kéne találni. Haló, csak meg kéne találni. Hát profi oknyomozók vagyunk, megtaláljuk. Oknyomozó riporternek tanulsz, Robi, ugye? Persze. Na, helyes, akkor mehetünk. Már 40 éve. 40 éve? Az tök jó. Hoppá, túrázok, erre ne menjenek! Jobb is, hogy elzavarjuk őket. Erre nehogy persze. Menjenek, amerre mi megyünk. Köszi, hogyha lájkoltok. Végén elhagyják a kezüket. Így van. Te, hát egy ember elhagyta. Egy kezet már találtunk. Igen, azt kell elkeresni, akinek nincs meg a keze. Hoppá, ott egy autó. Haló? Látod? Jó napot. Menjünk, mintha csak túrázók lennénk. Szép, lassan. Nem feltűnő ilyen sportautóval a hombokon. Semmi baj, most hát ha nincsen más, akkor csak ez van. Egy Hammer itt áll. Oké. Na, szerintem innen azért most már nézzünk szét. Na, megállunk. Az biztos. Én szedek gombát, mit szólsz, szedek gombát. Az tök jó, legalább viszel haza a családnak. Lesz jó vacsora, meg ilyenek. Fú, hát ez milyen helyeken bujkálom, ugye én megőrülök. Ott van a fában. Hát a fába biztos, hogy nem bújt bele. Szerintem, aztán ki tudja, lehet, hogy igazatok van. De jó helyen vagyunk. Fogalmas is, most próbálok. Nem tudom, hogy mit keressek. Tudod, hogy most gyalog van, most sátrazik, vagy még mindig kivel tettem úgy csónakkal. Mert full olyan helyeken elvileg vagyunk. Én úgy hallottam, hogy pont ott van, ahol most én állok. Komolyan? De és ott van? Itt úgy semmi nincs. Nincsen itt, jó, hát akkor szerintem... Megint rossz helyre jöttünk. Ne vesztegessük az időnket. Ez volt pedig a másik legfelkapottabb hely. Jó, de kicsit fussunk körbe. Amit a legtöbben írtak. Nem? Hát igen. Vissza tudod majd nézni, Viki, szóval nem maradtál semmiről. Kösz, hogy itt vagytok, köszi. Palotöbében van egy vasút, ő ott is találkozott már vele. Hallott, lehet vonattal megy ide-oda. Az a legjobb menekülési módszer, hogy tehervonattal. Amúgy igen, mindig mozgásban van. Tehervonattal megy. Hát akkor soha nem találjuk meg. Hát az amúgy igen, elég nagy probléma, de próbáljuk meg, ne legyünk ilyen negatívek, próbáljunk meg. Persze, meg lesz, nem adjuk fel. Az biztos, nézzetek fel, hova? Az égbe biztos nincs, az egyszer biztos, hogy nem repül, nem? Hát, gondolom. A gyilkos szörnyet keressük, Robi valósan bejelöli. Holnap megyek találkozóra délután egyikor, király, holnap videós találkozó Szegeden, jaja. Kevés vizet hoztam, fáj a torkom, Na, mehetünk? Már megyünk is. Rendben.
Lesz benne. Hát ha megtaláljuk a szörnyet, akkor lesz benne. Úristen, ilyen messze van. Te, hát és ez a vasutas szerintem. Ez lesz ott a vasútnál, szerintem igen. Na akkor most hány hírről hallottunk, hogy hány helyen lehet? 4, 5, 6? 5, azt hiszem 5. Jó, és akkor ez lesz a harmadik, ugye? Nagy bénaság lenne, hogyha vándorolna, és mindig amúgy azon helyen nem vagyunk, ahol ő van. Az amúgy hihetetlen kellemetlen lenne. Ú, tényleg, akkor kétfelé kéne menni. Ajajaj. Bár én azt mondom, hogy már 4 jelet, nyomot megtaláltunk, az amúgy nagyon menő egy adásba, de azért csináljuk már meg az egészet, nem? Hát persze. Azért ne kéne. Úgy legyen már az, hogy jaj, csak így nyö, az béna lenne nagyon. Nézem a live-ot, köszi szépen, kirek vagytok. Hogyha megosztátok a live-ot, azt nagyon megköszönném. Az a legnagyobb támogatás, de itt vagytok, lájkoltok, feliratkoztok, minden is. De hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor sajtagok tudtok lenni, a csatlakozás menüpontom már lett. 3 új sajtagunk az éladás alatt, amit köszönök szépen. Ott volt Momo. Az utcán csak nem bujkál, az probléma lenne, ha az utcán bujkálna, nem Robi? Hát nem hiszem. Ha ilyen nekem. Helyeken nem találtuk meg, mint az erdő, akkor csak nem az utcán. Köszönöm, Maja Dobos megosztotta. Ha megosztátok, akkor beolvasom azt a nevét, amíg megyünk oda, azoknak a nevét, akik megosszák. Nézzék ki az ablakon. Hát azt csinálom, itt igaz, hogy csukott szemben megyek, mert Robi olyan bénán vezet. Mi az az ablaktörlő? Nincs is ablak az elől, azt figyeljenek, már ott van. Hát persze, ablakot törölni kell. Hát ez tök jó, köszi Viki, köszi Kolbász, hogy... Láttál Kecskeméten, király vagy? Hát az megesett ott viszonylag, hát nem gyakran, de azért egész sokszor járunk, nem Robi? Persze, Kecskemét a második szülőhelyed. Nekem aztán, neked otthonod. Inkább, nekem azért nem, de azért neked jobban egy kicsikét. Barlangban van a szörny, hát lehet az lesz a kövi hely, majd kiderül, ha összegyűlne 600 like a live végére, az király lenne. Hoppá! Hoppa! Ez itt bizony vasút. Ez itt bizony vasút. Ez vasút, és a vasút alatt. A vasút szerintem. Alatt van. Akkor ez biztos sátor, hogy valami ilyesmi, nem? Hallod? Mi? Igen! Itt tényleg ez a hallok. Na jó, fölveszem, én is itt hallom újra az a kis rötyögés, tudod? Vagy audio? Mindenki füleljen velem együtt, most jó hangosra felvettem. Én felülről támadok. Na most most egy picit maradjunk csöndbe szerintem. Csetre írjátok le, hogy szeretetek merre? Én szerintem megvan. Itt dobog! És mi? Előre. Sátrazik? Nem. Egy autó van itt. Akkor autóval ment végig? Na jó, megőrülök. Itt a vasút. Hol? Hát itt a vasút. Itt van fönt. Fölül. Lol. Ez a városi autó, amivel rengeteggel lehet találkozni. Fú, és ott egy vércsepp. Figyelj, gyere ide. Ott vérzik a szikla. Meg ott egy vérfolyás. Látjátok ott jobb oldalt? Fú, de durva ennek a hangja. Na ne. Már elüt! Elüt a vonat! Jó, majdnem elütött a vonat, vigyázz! Most kéne szólni a sofőrnek. Nézd csak, itt van izé véres kés. Ne szórakozz. Így nyitva van a hátulja. Rendet feldarabolta és abban ő van. Ó, Isten. Úristen, most megint kirázott a hideg. Na várj csak. Most már nem kell hallgatózni, erről rengeteg fotót kell készíteni. Én megőrülök, hát ez már lehet jelenteni a rendőrségnek, hogy van ilyen. Biztos. Én megőrülök, hogy van. Na ezt figyeljétek, oké. Az ott a hús meg a vér, nagyon undorító. Te ott egy kés beleszúrva abba a zacsiba. Ott oda oldalra. A macsete már kikopva az éle. Nincs hegye. És mi az a kampós karom? Figyeld már. Milyen kampós? Ott egy ilyen kampós karom ott a végén, mint a kalóz lenne. Tényleg. Figyeld! Na jó, elől! Való, ebbe be lehet szállni szerinted. Ne szállj be, még ne. Még ne. Rendőröknek esek, lefotózom. Ugyanebbe az állapotában maradjon. Jaj, nagy rám kenyék, itt megtelek az ülényomat. Hallod, én feljelentelek, Robi. Fel leszel jelentve. Én meg téged. De. Azért na. Tényleg te meg lefényképezel engem. Na jó, ne viccelődjünk most, ez komoly dolog. Fotó. Jó, snapmatic, így van. Oké. Fú, ott van, és bele van szúrva abba a zacsiba, az a még egy ilyen kampós karom. Hát ez nem semmi, egy közeli... Lefotóztad, siker? Várj, egy közeli fotó, ezt elküldöm, aztán egy távolabb, hogy tudják, hogy itt a vasút mellett van. Jó, oké, szép. Megnézzük, hogy hátra bírok vele állni, nem bírok. Azt írták most a chatről, hogy ezt megtaláltuk,
és neki 7 óra és 5 óra közt valahol felbukkant a gyilkos. Hallod? Na jó, investigate clue, oké, meg vagyunk, tökéletes, én nem is akarom ezt már többet nézni, és meg lett 5x5! Robi, megcsináltuk, 5x5! Hol a gyilkos? Na most, nagyon durran nézzünk mindig a lábunk elé, és mögénk is, jó? Én nézem, próbáltam föltörni, nem bírok bele. 7 óra és 5 óra között. Jöhet, hány óra van? Délután 2, már is délután 2 van, na jó. Én, ez a legdurább dolog itt a GTA-ben belül szerintem. Becsukod az ajtót? Próbáltam, igen. Hát ez ne lássa másik. Tényleg, hát ez erre gyerekek járhatnak. Valamit ki kell próbálnom, állj hátrébb. Várjál, berobbantod. Jó, nagyon jó. Nézzük meg, hogy mit csinál. Oké, boing! Nem robbant be. Nem. Golyóváló. Georgina Antal, köszönöm szépen, hogy feliratkoztál, király vagy. Hallod, jött még egy jel most a csetre. Hogy a reptéren szokott nagyon-nagyon sokszor lenni. Onnan akarna tovább menekülni a repülővel. Hallod, megyünk? Elmegyünk a Sandy Shores-ra, tudod, az a... Azt alig van HP, engem le fog késelni. Jó, szállj be. Az autó? A 7 és 5 közé oda kell érni, 7 és 5 közé oda kell érni, délután 3-ban sima. Gyorsan jelöld. Sandy Shores, jelölöm gyorsan. Jobbra vagy balra. Trevor Raptere, tudod? Fogja mindenki a sajtfigurát, hogyha így bizony, akinek van sajtfigura, ott a háttérben látjátok, az MC Shop-ban meg tudjátok venni, illetve videós találkozókon is meg tudjátok vásárolni a menő sajtos figurákat. Van Minecraftos, Robloxos, minden királyság, holnap is Szegeden lesz rengeteg, aki jön, az alá is tudom írni neki egyből. Föld alatt, és hát... És mész Szegedre holnap? Jaja, a videós találkozó lesz holnap, jaja. Videós találkozó lesz, szóval megyek, igen. Hogy átvezetne, figyelj, csak át kell menni a túloldalra. Akkor! A reptéren szerinted el tudjuk kapni, ha odaérünk 7-ig, délután 3 van, akkor el tudjuk kapni szerintem. Megpróbálom, nyomom neki, ahogy bírom. Sajtos figurát kérti a szülinapodra, nagyon király vagy, kis sajt örül neki. Remélem, hogy meg is kapod majd. Mert az egy dolog, hogy azt kérted. De biztos megkapod. Ó, azt úgy szeretem azt a golyót, ott le lehet lőni, azt tudtad? Azt a narancs golyót. Te szélén. Minek a szélén? Na mindegy, az út szélén volt. Ja, repülővel szokott menekülni, azt írják most. Érdekes. Hát megpróbáljuk, nem tudunk mit csinálni, megpróbáljuk. Mennyi az idő? Neked párnád van, na az is nagyon király, azt is imádom. Fél 4 van, jók vagyunk. Ja, te veszed meg, ó, király Lili, nagyon örülök neki. Szép, oksa, mehetünk. De karácsonyra kérsz, na Jézuska biztos hoz majd, király. Hogy mondod, hát ez gyönyörű volt, hallod, gyönyörű volt, csak más. Annyi, teli van a szám bogarakkal, hallod. Bogarakkal hát teli van a szám. Ilyen. Ha már úgy vezették, kirepült a szélvédő. Hát ja, de az miattad volt, én így szépen megtartottam a rendet. Kösz, ha lájkoltok, akkor lesz még ilyen adás, hogyha szeretnétek. És de jó, jön le a köd. Ne szórakozz, figyeld már. Ez nem véletlen. Jön le a köd, sajtos pólók is, párnák is. Nagyon jók a ruhák, így itt van. Itt már széttisztünk az előbb amúgy. Igen, itt volt a kéz, nem? Nem, vagy de? De, álljunk meg autóval sehol, menjünk, jó, én gyalog, sétáljunk be, mert meghallja, fegyót elő, és gyalog, sétáljunk be a repülőig, jó, mit szólsz hozzá? Hát az nagyon messze van. Nem baj. Én addig nem sétálok gyalog. Én de muszáj, nincs messze, de ne. Váljunk meg fogja ketté, hallani, ketté, ezt egyből szállnak fel. Egyet. Ha felszáll, akkor kitevetővel kilövöm. Én nekem megint volt az a hang egy picit. Tényleg. Úristen, ilyen jaj kiáltások. Hőha. És erről jönnek. Egymás mellett menjünk, Robi. Gyere, ne autózz! De mik ezek, halljátok? Ilyen... Hallom én is, itt van jobbra. Fixed. Na jó, ezt megismerem. Ezt úgy így hallottam. Na jó, másszunk már ide föl. Sajtos pólód van, király vagy? Nekem is. Úgy csak egy varjú volt, hallod? Az dehogy is. Ott véres a szikla. Na jó, oké. Menjünk föl, oké. Jó, itt nézzük meg a környéket.
Oksa, szerintem elég tiszta. Ne autóval gyere, nem? Gyalog! Hajjaj. Hát most már muszáj hát lenne megtalálni. Brutális. Hogy nekem egy tippem még van, hogyha véletlenül nem találnánk meg. Hogy? Hogy ugye ketten vagyunk, és biztos nem fog előbújni. Nem? Váljunk szét hátra. Szerintem az lesz, hogy amúgy ketten vagyunk ugye itt, és emiatt nem biztos, hogy ide mer jönni közénk. Ott egy rozsdás autó, nézzük meg, gyere. Figyelj. Én már más nyomon vagyok. Más nyomon vagy? Mit csinálsz? Persze. Jöjjtem magaslatba. Az komoly, akkor engem próbálj meg fedezni. Én megnézem ezt az autót itt a környéken. Milyen hangok vannak itt, megőrök. Oké, ez tiszta. Semmi probléma. Én megyek át a túloldalra. Itt nincs a környéken még. Várj, még nincs is 7 óra. Hát hogy várjuk? Ja, hát akkor hogy várjuk? 7-kor indul a gép, én azért futok előre. Ajjaj. Robi sajtos termékeket kért. Így bizony. Remélem meg is kapom. Ja, te lőtél? Nem. Most egy ilyen cserép hangot hallotta. Ha jó, én akkor így cikcakba futok. Hát, itt gondok vannak. Veled na, Mizu? Na, nagyon messze vagy. Itt amúgy semmi. Akkor minden gyere. Szép, minden mondom, jó. Egy gép sincs még itt. Akkor lehet, most fog csak leszállni. Lehetséges, nézzük meg, oké? Okay? Muszáj, hogy elkapjuk. Még fél hatvan, oksa. Még ráér. Már megillődtek! Halló? Ez trollkodik velük. Igen, én voltam. Te voltál? Hát ne szórakozzál már. De most sebzett. Ne lőj már meg, alig van HP-m. Ja, jó. Komolyan mondom, meglősz, ne lőjél már. Igen. Egy gép sincsen. Egy gép sincsen. Azt írják a cseten, hogy ha ketten vagyunk fönt, akkor nem. Nem mer ide jönni közénk. De a köd is elmúlt. Igen. Hát öcsém, itt fogalma sincs, hogy mi van. Fogalma sincsen. Ott egy gép, ezt kéne őrizni szerintem. Itt meg még egy gép. Hát... itt aztán annyi helyen bujkált, hogy hihetetlen. Fogalma sincs, hogy merre kéne. Este hetet még megvárjuk, aztán kilépsz a szerverről, hogyha véletlen nem. Mert mondom, szerintem itt megijedt tőlünk. Én arra tudok gondolni. Az ég is török, hallottad? Amúgy poén, hogy valóságban is 50. Amúgy igen. Amúgy tényleg? Kemény. Bing! Robi, kapsz egy fejest. Nem, amúgy legyen AK kezünkbe, ez nagyon jó ötlet volt, igen. Ne üss, Robi, mindjárt 600 igen. Like, köszi, királyok vagytok. Már csak arra várunk azt, hogy itt a reptéren megjelenjen a, akire eddig vadásztunk, az összes. Mondjuk lehet, hogy el kéne bújni, nem itt kínálni. Jó, azt a tényleg, hát a buszba. Gyere be ide én a buszba. Én fölmegyek magaslatra, nem? Tényleg az a leg... Hát igaz, én is fölmegyek oda. Ki jöjj, hogyha ő van ott. Igen. Nem baj, fölmegyünk, semmi baj. Este 7 után fog jönni. Oksa! Legyen full HP-d. Hát jó lenne feltölteni, csak most fogalmam sincs az, hogy hogyan... Hát ez nem valami jó kilátó amúgy. Ez nagyon jó. Ott van bent egy figura! Ide be hol? Lehet menni! Bent ott van egy figura. Figyeld már! Be lehet menni! Ó, hát akkor ez nagyon jó hely. Ezt nem is tudtam. Várj, hány óra van? 3:07! Akkor várjuk. Melyikkel kell megnyitni a töltőt, hogy tölt... Úristen, túrom az orromat. Hát én nézek jobbat, nézz balra. Figyeljük. Én bevallom, kijövök egy kicsit. Hát nem tudom, sehol semmi. Nekem. Nekem se. Még eddig nem találom. Egyszerűen nem találom M betű, de az lesz az. Van még 2 perc, 1 perc. És 7 óra. 7 lett. Itt van, itt van. Ez mi? Slasher killed. És ott a macsetéje.
Kaptam 50 ezeret, és ott a macsetéje. Ránk talált. Oszta! Gyerek 7 órakor. Pontos. De ez végigkövetett minket vajon? Igen. Én hol... azt nézem, hogy basszus téged, mintha valaki meg akarna ütni. Hol, én azt hittem, te szórakozol már megint. És itt van, na jó. Ezt fotózni, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan. Én meg eszegettem valahogy a cukorkákat, az, hogy föltöltsem a HP-mat. Én néztem, hogy nagyban te elszegetsz mindent, megjelenik mögött, azt tudtam, hogy mi se elkírtam. Azta, ő az! Őt kerestük egész adásba. Nézd, mi van a kezedbe. Vagy kaptam egy fegyót. Mit kaptál? Figyeld már, egy pillanat. Egy revo... Az, én is. Lol, ez egy ilyen, nem tudom milyen. Én is azt hittem, hogy Robi, én is. Véres revolver. Lol, egy Navy revolver. Wow. Hát hallod, elkaptuk. Másodé is itt van. És itt a... Na jó, azt is lefotózom. Á nem, már a közelében az látszolik. Ezzel ölte meg az összes, akit ma találtunk, nem? Hiszen ez olyan furcsa belegondolni, nem? Hogy végre el tudtuk kapni, és megmenekült. Sikerült. A város. Hát ilyen jó nyomozók vagyunk. Fú, hát ezt el se hiszem. Hát ez mi nagyon hirtelen jött, az biztos, 7:00-kor jött. 7:00-kor. Á! Hát ez teljesen, ez nagyon durva volt. Na jó, hát én nem tudom most mihez szólni, szerintem megcsináltuk, nem? Megcsináltuk, amit a mai adások el, tehát ez nagyon durva volt, én remélem, hogy nektek is tetszett. Felfedeztük mind az 5 jelet. Volt itt levágott kéz. Megtaláltuk a menekülő autóját. Még üzent is nekünk, ugye feliratozva az autót, ami konkrétan teli volt, és ki tudja, mik vannak abban a zsákokba. Nem tudjuk, mi van azokban a zsákokban. Mr. Noob, RP, nagyon szépen köszönöm, hát hogy sajtag vagy, dolga. Király vagy. Köszönöm szépen a sajtagságodat, így az adás végére használjátok. Aki sajtag lesz, használja az emojikat, mindenféle királyságokat, egyedi emojikat. Na de, hát ténylegesen mindent megcsináltuk, hogyha véletlenül valaki lemaradt volna, az mindenféleképpen nézze vissza, hiszen ez egy elképesztően izgalmas adás volt szerintem, és remélem, hogy ti is élveztétek. Ha szeretnétek, hogy még legyen GT, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, illetve holnap találkozunk a következő videóval, nézzétek meg a mai kis rövid videót, hiszen azt is csináltam, illetve az egész híradást nézzétek, ami egészen zseniális volt. Ez volt a legjobb két adás, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, Viktor, király vagy, Elembe, most búcsúzzánk, hiszen megcsináltuk, amit a mai videóban meg szerettünk volna csinálni. Meg kellett ez, biztos. Igen, ezt felfedeztük, megszereztük a fegyvert, amit kaptunk jutalmul, és megmentettük az egész várost, ami szerintem egy tökéletes zárás a mai adásnak. Szóval legyetek jók, a következő videóban és én adásban találkozunk, na, császtok! Hello!